Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 8-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen láthatunk egy királyt. Ez a király uralkodik a levegő eleme felett. Az utal könnyűségre és kommunikációra. A háta mögött ott van ez a szürke felhő, ami jelenti a félelmeket, de ez a király áttette már magát a félelmeken, és úgy figyeli az eseményeket, hoz fontos döntéseket. Ki ez a király? Lehet, hogy van valaki a környezetében, aki parancsolgat neki. Ez lehet egy férfi, lehet egy nő is, mert a kártyáknak szimbolikus jelentése van. Ha itt egy nőről van szó, akkor kezébe veszi a dolgokat érzelmek nélkül, és mutatja ezt a férfias energiát, és nagyon magabiztos a dolgában. De ez a kártya utalhat rá is, és mutatja az ő tartását, figyeli az eseményeket, fontos döntéseket hoz, és szeretne veled beszélni. A második kártya mutatja az ő érzelmeit. Ezen a képen láthatóak a bodok, ami a tűz elemére utal. Jelenti az ő erejét és bátorságát. Lehet, hogy valami lelkesíti őt, de a 9-es szám korlátozásokra utal. Nem megy tovább. Holott ő nagyon bátor, és a tettek embere. Mások befolyásolják őt. Figyeli az eseményeket, és vár arra, mikor lesz a megfelelő pillanat itt lépéseket tenni. Ő most óvatos. A háttérben ez a kapu vagy nyitott, vagy be van zárva. És ez mutatja az ő gondolatait, kiben bízhat, kiben nem. Ő mutat néha nyitottságot, néha zárkozottságot. De figyeli az eseményeket, és megpróbál ehhez igazodni. A következő kártya mutatja azt, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Ő lezár most egy csatát, és lesz egy új kezdet. A kardok utalnak a levegő elemére, ő felszabadultnak érzi most magát. Vannak még sérülések, de ő ezt le akarja zárni. Ezek kapcsolatok, vagy a múltja. Az 5-ös számnak is van egy jelentősége. Mégpedig azt jelenti, hogy mások befolyásolják őt, vagy a múltban befolyásolták őt, és ő szeretné ezeket a kapcsolatokat most lezárni. Az 5-ös számnak van még egy jelentése, mégpedig arra utal, hogy valamit befejez, ez lenne a 4-es szám, és lesz egy új kezdet, egy új irány, és ebbe az irányba tekint. Az lehet kettőtök között egy közös jövő. És most megtekintjük a napi kártyát. Ez a kereszt utalhat vallási témákra, a hitre, a szeretetre, a bizalomra, jelenthet spirituális dolgokat is. Ennek a keresztnek van egy más jelentése is, amikor sors utak kereszteződnek. Lesz egy sors döntő kapcsolat vagy változások. Mert jelentheti azt is, hogy ti elérkeztetek ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy
jobbra, és itt lehet egy új irány, ami befolyásolja a sorsotokat. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!